videót a notbook.hu támogatta. No hát szavaztok srácok, sok szeretettel, hello, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a következő RP-ben. Nagyon örülök, hogy élvezitek mindez idáig, amit láttatok, rengeteg visszajelző is jön, és nagyon szépen köszönöm. Ezerrel dolgozok rajta, hogy gyarapodjanak ezek a dolgok, ezek a részek, úgyhogy a leírásban megtaláljátok egyébként az a szervert, ahol játszok, bocsánat, csak elegánsat böfögtem. Ezen felül pedig a notebook.hu-t is, hogyha szeretnétek akár GTA-t venni és jönni utána játszani, avagy bármi mást, és ezen felül még ott van az Instám, ahol érdemes követni, mert mindig teszek ki valami gyönyörű szép képet magamról. No de, elég a promóból, ugyanis a helyzet az az, hogy nem sokára hívni fog az elnök, mert hogy vannak fejlemények az épületemmel kapcsolatban, úgyhogy ezt várom, egyelőre ennyit tudok, úgyhogy hát itt várom azt a mindenségét, hogy elment. Tehát itt várom, és akkor majd szólok. Vagy hát majd, na, Ja, és bent van egy új grafikai cucc, úgyhogy még brutálisabb a grafika, remélem ez látszik. Ezért már pénzt adtam, hogy minél szebb legyen. Úgyhogy ennyi. Na, várakozó állás. Annyira gyönyörű szép lett így a város, hogy ezt el nem tudom mondani. Oj, de szép. Írjátok majd le azt komment szekcióba, hogy nektek átjön-e az a minőség, ami itt van. Oh, nagyon szép, mint egy új játék lenne, baszki. Na. Hello. Szép napokat. Na, mi a helyzet? Na, hát minden rendben, fel vagyok itt ajzva. Mi a helyzet, mert hallom, hogy lesz valami, csak hogy mi? Hogy áll a dolog? Intéztem munkásembereket, képzeld el. Az fog történni, hogy pont most beszéltem itt a brigádvezetővel, és egy 5 percen belül, egy 5-10 percen belül oda tudunk menni hozzád és felmérni a terepet. Illetve aha, akár neki is tudunk állni a munkálatoknak, hogyha neked ez megfelel. Nem tudom, hogy jelenleg nyitva vagy-e, vagy ilyenek. Jelenleg nem vagyok nyitva, de igazából persze megfelel. Hogyne, hát minél előbb jó lenne. De akkor most meg is kezdenétek? Én szerintem meg tudnák kezdeni egyébként a munkások. Én nem értek hozzá, de biztos majd itt a brigádvezető felvázolja a helyzetet, hogy ő mit képzel, de tudod, és akkor szerintem csak azért tudnak állni az apró munkálatoknak. Azért kérdezem, hogy akkor azért valami izéruhát, valami olyan ruhát vegyek fel, ami azért nem az én gyönyörű szép ruhám, amit bemocskolhatok, tehát... Hát ne, mert ha gondolod, akkor te is tudsz majd segítkezni, illetve az irodából majd pakolj ki, kérlek, hogyha van bent valamid. Jó, oké. Ennyi, és akkor légy szíves, hívjál fel, hogyha átöltöztél, oké? És akkor elindulunk. Jó, oké. Mennyi akkor idő körülbelül? 5 percen belül, figyelj, 5 perc múlva találkozzunk ott. Igyekszem nagyon. Gyorsan veszek fel valamit. Oké, akkor ott vagyunk. Hello, köszönöm, hello. Aha, azt hittem, hogy egyelőre csak ilyen megnézzük, hogy mi újság van, de hát hogyha elkezdődnek itt a munkálatok, akkor viszont veszünk fel valami ruhát. Hát annyira nem akarom azért túlzásba vinni. Tehát, hogy értitek. De valami, mit tudom én. Hopp, nem zártuk be, jó van az. Na mutasd. Hűha. Na mit megyek, srácok? Szerintem teljesen pacek leszek. Úgyhogy menjünk oda. Ó, hát azért eléggé beesteledett, nem tudom, hogy ez problémás-e, de remélhetőleg nem. Hoppá! Kiszállok, be fog mindenki szarni. Milyen izéba jöttem. Hogy kell elképzelni ezt a munkás brigádot? Köműves brigád? Vagy micsoda? Oké. Mik azok késnek? Nézz oda! Ezt nem hiszem el. Ó, várjál, ott egy autó. Aha. Szerintem én itt megállok.
Itt talán nem zavarok úgymond senkit. Oké. Oda néz az elnök úr is az éba. Szép jó napokat! Hello, Dobby! Hello, yeah. Oh, hát gyertek be! Ez jó, mert a cigit, jó? Hát figyelj, nyugodtan itt is, hát igazából most nem lesz itt ez már ez a hely. Végeztem is, eldobom aztán, menjünk. Ó, de jó néztek ki! Hát te is, ez a sisakoddal hallod. Hát összehoztam. Hát munkavédelmileg azért oda kell figyelni a dolgokra. Milyen sisakot hoztam, figyeld. Ó, az és azt a mindenségét. És lakcipőben? Jól hát, látom? Most muszáj. Azért a ruha az megmarad. A brigád azért 3-4 percen belül megérkezik az a helyzet. Szóval aha. Búcsúzzan itt a régiségektől, illetve az épülettől, mert... Oké, csak lenne néhány cuccom. Nem is tudom, azt bepakoljam a izéba? Bepakoljam az autóba? Hát, hogyha van valami, akkor szerintem azt pakolj be az autóba, illetve írd ki azt, hogy zárva vagy, mert ahogy látom itt, jó. Ember. Szépen, uram. Zárva tartunk, felújítás van. Jó, hát akkor innen kiveszek én szépen mindent. Okay. Ezt is, innen is. Megvárjuk, hogy megérkezzenek itt a gépek, és akkor utána... Jó, egy pillanat, mert beugrok, vagy odaugrok az autóhoz, beteszek jó, oda mindent. Jó, és akkor berakok mindent ide az autóba. Úgy is van. Kész, srácok. És milyen egyébként, Tató, milyen egyébként a brigád? Hát én csak a vezetőikkel találkoztam, de elvileg szorkosak, úgyhogy... Jó arcok? Jó. Már elég sok ilyen buflákot lehet ismerni. Nem, ők a normálisabb fajta. Uram, elnézést kérek, csak most nem tartunk nyitva. Nem, csak várom a taxot. Hát csak legyen én kedves csak kint, mert... Várja, mert itt... aztán itt a fejére esik, amit tégla. Igen, van, itt felújítás lesz. Várjál, akkor 26-as elnézést. Viszlát. Na. Komoly ejtőernyős lehet az úriember. És egyébként mindenre rábólintottak, amit így nagyjából beszéltünk, vagy hogy van ez? Én mondtam, vázoltam nekik nagyjából a tervet. Gondolom, hogy jönnek és... Vagy körbenvérés kérik a dolgokat. Az úr is az előbb, aki jött, úgyhogy... Ú, de jó autója van. Lehet, hogy ez ő lesz. Jaj, de jó autója van. Szép napot. Szép jó napot, urak. Jó napot. Nagyon a brigád már is. Kicsit lassúak a járművek, ugye hát munkajárművek, nagyok. Főleg a bulldozer az nagyon lassú, de érkeznek már is. Csak mondtam nekik, hogy előre gyűjünk. Az épületet nem kell bontani, csak belső felújítás. Tudom, hát a izét le kell bontani, a izét, a irodát azt mondta az elnök, meg egy pódiumot, vagy mi ez le lesz bontva az iroda? Hát az ki lesz bővítve? Hát nekem azt mondta. Azt beszéltük, így van. Én azt arra nem emlékeztem, hogy ki lesz bővítve. Hát azt beszéltük, illetve lesz akkor egy emelet is neki rakva. Tudom, az... Ó, hát elnök úr, hát micsoda hajad van neked, na most látom. És azt hát igen. Jönnek. Most jönnek. Igen, kicsikét itt... Na, akkor hogy lesz urak, az irodával most mi az Isten lesz? Az irodának a... Menjünk be, jó? Jó van. Oha! Szólok. Az igen. Ott a parkoljanak ide, csak a betudom a kettőt. Mi a faszom? Igen. Oha! Hozzák már sódert, meg minden. Akkor azt hiszem, hogy ők ezt legyen is kezdenék ma szerintem. Jaj. Azt a mindenségit. Most nincsen. Hát akkor azt beszéltük, hogy itt az iroda az kicsikét át lesz alakítva, nem? Hogy itt ez a fal, ami átlósa van, az ki lesz hozva egyenesbe. Hogyha jól emlékszem, és akkor az ajtó az pedig itt lesz. Konkrétan nem mondtátok, de hát hogyha ezek a tervek, akkor felőlem persze, hát igazából... Jó, tényleg a terveket neked meg sem mutattuk. Na, akkor meg is hoztam az... Szép jó napot! Jó napot! Azt a mindenit, hogy jól van. Az irodát ezt bővítjük, vagy akkor hogy is? Az iroda az úgy fog kinézni, hogy látszik, van itt átlósan ez a fal. Igen. Na ezt itt ki kell törni ablakkal együtt, és ezt kihozni így. Rendesen derékszögbe. Értem. Teljesen. És jó, az ajtót, azt onnan a bal oldaláról... Hát de ne lábbal, uram! Igen? Onnan a bal oldaláról átrakni ide a jobb oldalára. Hogyha megoldható. Turja az orrát! Ezt az ajtót.
Szabannában ma kiszedjük innen. Illetve akkor egy emeletet szeretnénk, ugye azt már említettem itt a az úrnak. Elnézést, igen, hogy igen. Is hívják? Szeminek. Kinél van sör? Alvarez Szeminek, mint mindenki. Ide gondolkodik. Jézus! Jó van, jó van. Igen? Nem pátyás keserül. Persze, minden lehetséges, uram. Kocsiba jó, vagytok. Illetve ezeket az ilyen beönlő csöveket is így eltüntetni, hogyha megoldható a konról. Mindent leszedem. Rendben, és akkor egy ilyen gránit pódiumot ugyanoda túloldalról most van az a kék pult. Na azt a kék pultot úgy ki is kell dobni teljes mértékben, jó, de ez az van az ön dolga. Így van. Elvihetik, hogyha gondolják tűzifának. Ám mondjuk sok fa nincsen benne. Hát ki az Isten, ez nem az én munkásom. Hát, az anya picsáját. Szép napot. Szép jó napot. Jaj. Szerintem érdemes lenne lezárni. Mert épik az is van. Felújítás. Valami. Csontos úr, még egyszer kiírja, hogy itt felújítás van. Na akkor állítsák be a gépjelölőket és akkor lezárom. Jó a van. Jó, akkor fogom azt szétbasszom a falat a buldozóra. Várjanak, egyébként nem kellene méregetni először? Vagy lemérni, hogy mi meg? Csak a járműveket már profik vagyunk, még nem kell mérőszalagni. Először úgy lesz, uram, hogy akkor be kell hozni a buldózert ideje. Ugye? Igen. Ki kell bontani ott a falat, amit mondott, ugye? Így van, igen. Tehát ahhoz szükséges a buldózert. Uraim. Köszönöm szépen. Aztán ez a pódium, ez itt marad amúgy? Marad. Ez maradhat. Jól marad, akkor ezt majd le kell takarni, hogy ne legyen karcos, meg semmi problémája nem. Uram, ő jól van. Vannak eszközeik, mindenre gondolom. Majdnem, mindent hoztam. Jó van, uram. Jó, rendben. Na, akkor... Mi a baj? Na, ura. Bemelegít? Megijedtem, elkezdtem a munkát, amint megvan ugye az ígért alkohol, illetve az ígért dohánymennyiség. Jó van, azt majd megkapod a munka után, hallgass már. De nekem munka közbe kell. Nem kapsz munka közbe, meg kirúglak. Na, tehát akkor elmegyek dohányból. Szevasz, ki vagy rúgva. Na, akkor ez lesz takarva. Aha! Igen, akkor a buldózert behozzuk, na már be is hozták. Aha! Aha, a lakat? Nem. És akkor a falat ki kell mondani, meg ezt a pultot is. Így van, így van. Jó, és akkor utána megmérjük a lépcsőt. Viszont ezek, uram, ezek a rollapok, ezek maradjanak meg, mert ezeket majd hasznosítanám későbbiekben. Ja, jó, akkor szedjék össze gyorsan akkor. Akkor már is mondom, hogy Úristen! Várjál már! Az probléma. Már bontja. Pont nem kell mondani. Jó, gyerek, azt a virágot elvinném onnan el. Na. Mondom, hogy szedjük össze az, amit mond a csontos úr, hogy még fel szeretne használni, azt szedjük össze, és akkor a bulldozerrel megy. Béka talpa van magának. Igazából a rollapok kellenek, meg a képek a falról, azon kívül semmi más. Akkor szedjük össze, amit mondott a csontos úr. Nem. Jó, én hoztam. Majd ne így arra, mert ferde lesz a fal. Oh. Pont ez az, hogy bénák vagyunk, és ha iszunk, akkor leszünk tökéletesek. Értem. És erre kell tudom nyitni ezt az ajtót? Ja, nincs Lézi, nyitva. Lézi, segítek neked. Csontos úr, hol pakoljuk, ami még kell? Hol, melyik sorokban? Pakolják ide az ajtón kívülre, Lézi. Akkor majd Lézi. Ezeket elviszem Lézi. Autóval. Ja, meg ezt a szára öntekerni. Jó? Ki kell cserélni, zárni. Jó van. Ezt a profi club, hozzák ezt a profi club. Szuper, és ezért felvesek. Na, hogy jár ezt a Lezárom, csak hozzanak izét, vigyék be a kocsikat, ahol mi kell. Halljátok a izét! Le tudjam zárni. Na, leteszem. Jó, Toto! Kettő kint van. Hol vagy? Gyere csak! Azt gondolom, hogy lehet itt kéne lezárni, nem? Innentől oda ezt az utat. Igen, igen. Ott úgy körbe. Igen, csinálom. Ja, jó. Hát, Tobi! Hú, hát nem vagyok hozzászokva az ilyen precíz és kifinomult emberekhez. Kicsikét profi brigádra gondoltam. Mi meglátjuk, hogy ebből is fog elsülni, jó? Jó, nem jó, akkor... Remélem jó lesz. Elég komoly brigádnak tűnik. Hát igen. Jaj, a táblát azt még elfelejtettem. Hallod, neked van egy kalapácsod, de? Cégtáblát úgy tettünk rá. Hogy, micsoda? Cégtáblát azt elfelejtettem mindenkit mondani, hogy azt majd ott a tetőn cseréljék ki. Ja. Te logódra. Aha. Majd említem neki.
hogy is hívják már? Most már még szerintem. Hogy kezdődött a nem tudom. Uram! 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 Igen, tessék? Kicsit kérem. Mondtam! Igen. Aha! Kell ide ez a növény. Hát de meghegeszti a növényt, uram. Ne hegesz már a növényt. Ha mi az is igen. Azt is le kellene cserélni. Most abban nem vagyok igazik. Húha. Az már nehezebb lesz, de megoldjuk, megoldjuk. Jó. Majd azt hagyjuk utoljára, mert az a legnehezebb így, ahogy elnézünk. Jó, rendben. Hogyha már itt tartunk, akkor pedig van itt is egy ilyen tábla, jöjjön? Igen, jövök. Beteg egy brigád, uram. Csék. Jókedvű brigád. Mindig olyanak. Jó emberek. Igen, ez a Benefat Store? Így van, na ezt kell lecserélni. Nagyon jó. Megoldjuk. Meg ott a tetőd is, nem? Ezt majd a... Majd a fehér kalapos kollégámmal, ő a helyettesem, ezt majd leszedjük, itt a Benefat Store-t, meg azt a, gondolom azt az emblémát is? Igen, ott majd a sajátom fog szerepelni. Jó. Bontatod a falat, te? Szóltam a bulldozernek. Uram, ön itt a forgalmat vezeti? Így van. Nagyon ha szép. Valaki, akkor mutatom neki, hogy itt ez egy jelen. Acélbetétes... valami jön ön? Nem tudsz, én beteg vagyok, beteg, fogyatékosnak születtem, és muszáj hozzám a békatalpat. Ó, értem. Maga szerint viccesz? Nem, hát akkor jó munkát önnek már. Köszönöm. De azt mit csinálnak szellőző nélkül? Fotos úr, ugye itt a szellőző csak nem foglak? Kő? Ó! Hát, nem kő. Hogyha megbontották, jó, akkor van, már... akkor már nem kő. Hát, nem csináltunk vele semmit. Akkor viszont az oldali, az ha marad, az rendben van, ez jó, az oldal, ez lekerülhet. Figyelj, jó, ezt az oldalt kell lesz, lesz? Néhten. Mert ott a sarokban lesz egy kibelítő. Jaj, bocsánat, mi elkezdtük itt bontani, viszont hát kollégát arrébb. Na jó van. Anyám. Főnök, kéne egy pár lépve lassan, nem? Hát, kéne. Foglak. Nyomjad. Nem azt. Munkavédelmileg ez mennyire van rendben? Ó, hát. Ön bakot tart? Tulajdonképpen? Így van. Aha. Jó. Itt van egy létre, uram, csak nem igazán látszódik ez a probléma. Ó, értem. Ezt a pódiumot már lehet. Jó, picike. Ezzel nem lesz probléma, nem fog összekarcsolódni. Honnan érteni? Jó, atya, úr, istenem. Bontja nagyon. Nagyon. Kell bontani. Jaj, istenem. Gyere már, Dagi, ezt folytassuk, mert itt hagyták el. Hát majd csak ki kell vinni a törmölőket. Hát jó van, de még itt vannak részek. Nem tudom, a lámpára szükségük van egyébként, azt vigyék nyugodtan, mert az hát nekem nem kell ilyen lampa. Mit csinálok ilyen lompakkal? Meg ezek a prospektusok is maradhatnak tulajdonképpen. Hát az a vigyázzunk azokra. Adja ki addig, azt adja be valahova. Na jó van, akkor ezeket itt megfogom. Minden négyet. Van kint egy doboze. Jó, van, mi legyen? Bedobom. Hát én ebbe teszem bele. Gyere, hol állj, az? Gyere, állj! Azt a mindenségit. Jó az így? Nem igazán sikerült az. Na. Haladnak. Az előbb elkezdték leszedni a... Hát azt a szellőzőrendszert, aminek maradnia kell, és a másik oldalt nem. Tehát pont felcserélték. Úgyhogy beszéltem velük, hogy a másikat kezdjék el szétszerelni. Hát figyelj rá, hogyha valami kérdésed van, akkor szóljál nyugodtan. Meg nyugodtan szóljál rájuk, hogyha valamit nem úgy csinálnak, ahogy te azt így elképzelted. Jó. Ha, hát ezért kéne lezárni. Meg mit csinál itt, tenhe? Na. Hát igen. Fú, hát azt a mindenségit. Nagy most a káosz. Most se kér cigarettát? De most kérnék egyet, hogyha jó, megkínál. Jó, adok egyet, tessék. Most egy kicsit... Most egy kicsit azért... Tessék. Köszönöm szépen. Hú. Istenem. Hát azért ez... Durva. Valamiért azt hittem, hogy hát az urak azért... valamivel olyan... Hogy is mondjam... Rohibak? Nem azt mondom, mert biztos értik a dolgukat, csak úgy kicsit olyan keszekuszának tűnik minden. Ja, hogy összeszedettednek. Igen. Aha. Hát igen. Jó, hát ők tudják. Mindegy. Lényeg az, hogy csinálják meg jól. Persze, igen. És akkor igen. Kiderül, hogy...
hogy mi lett a végeredmény, hát... Feltehetően mennyi időt vesz igénybe? Fogalmam sincsen. Ja, nem, ötletem sincsen. Hát figyelj, hogyha most bontanak, akkor még gondolom az emeletet meg sem nézték. Uh-huh. Mire még betonoznak, meg... hát... nem tudom. Tényleg. Elszívom ezt a cigit, aztán megkérdezem majd itt a brigádvezetőtől, hogy... Jó van, oké. Mennyi idő lehet. De azért szerintem meg fog érni itt a nagy változás. Hát igen. Igen, csak legyünk ezen túl. Ne húzódjon el a dolog azért. Mert hallottam azért olyanokat, akiknek elhúzódott. Akár hónapokig. Vagy hát évekig. Igen. Persze. És ez a brigád csinálta? Ja, azt nem tudom, csak hát így unblock az építésekről. Ja, hát persze ez. De a testsérod az nagyon beletlőve. Pont, tegnap mentem el fodrászhoz, és akkor utána kerestem meg ezt a brigádvezetőt, hogy akkor most mi lesz. És akkor mondta, hogy hát ők ma jönnének. Aha. Nem kellett volna tegnap elmennem fodrászhoz, mert tudod, hogyha most ide bemegyek, akkor tiszta por lesz meg minden, úgyhogy... Jajjajjajj. Na mindegy. Ez van. Azért próbálok most egy kicsikét itt távolabb lenni az épületről. Igen, hát azért az nagyon beletlőve. Hát igen. Egyébként nekem tetszik. Jó, jól néz ki. A motoros teszt. Megvannak itt az emberek, akik elküldik. Szerintem ennek az embernek mindenre megvan az embere. Hát nagyon kemény. Kettő betonkeverő, bulldozer, hát nem semmi. Van egy úr, akinek kacsa vizét kell, vagy milyen jó istent kell hordania a lábán. Nem is tudom miért. Nem, már nem tudom, már elfelejtettem, hogy miért, de azt kell neki hordani. Ja, opa. Tudom, ő az. Igen. Az. Én a forgalom irányító. Jaj, bazd meg. Nézzük meg, hogy mi a helyzetben, meg akkor meg is kérdezzük, hogy mennyi idő az nagyjából. Jó. Mire ezt így abszolválják. Nem tudom, meddig kell zárva tartani. Hát... nem. Azt a mindenit. Jaj. Te is pont az itt? Hát, de az új ajtónak sem a helyet, igen. De te miért? Na mindegy. Hát, besegítek. Uram! Itt a csontos úr érdeklődik, hogy nagyjából mennyi idő, amíg ezt így maguk megcsinálják? Nem sürgetésből kérdezik. Persze, nem, csak nem tudom. Hát... felhúzok itt ember ékszegbe a falat, most. Igen. Az mondjuk fontos. Mert azt majd utána még a festő uraknak meg kell csinálni, ugye, meg kell glettelni. Ezt nem úgy kell, Totó? Be kell glettelni, le kell csiszolni, meg kell festeni. Aztán ott a sarokba ki kell vágni a izét. Ugye a csigalépcsőnek a feljáratán, a csigalépcsőt be kell építeni, a felső részt ki kell alakítani. Hát szerintem... igen. Hát ez nem... hát nem is tudom. Tehát, hogy azért... mennyi idő alatt végezzek, uram? Megoldjuk. Ez önökre van bízva, az önök precizitására van bízva. Hát uram, hogyha hoz egy kis alkoholt, meg egy kis dohányt, akkor gyorsabbak leszünk. Hozzunk! Igen. Rendben, hozunk! A főnök úr. Hát, hogy ne megengedem, csak mit, akkor mennyi nap tegyen maguk, azt megcsináljuk annyi idő alatt. Hát szerintem egy nap alatt esetleg, hogyha tudnak végezni. Meg bízza ide. Jó. Mi szerintem itt elugrunk a Tobival a boltba, jó? Igen. Még az árakat nem beszéljük. Tam magának nagyon király haja van. A végén megbeszéljük, jó? Nem lesz probléma, nem lesz probléma. Én arra mondom, akinek a ló nyolta meg. Az, hogy hónapra megcsináljuk, az plusz 10 000. Jó, na, plusz 5 000, mert hozunk sört. Na jó, akkor hozunk cigarettát. Jó. Na jó, akkor plusz 5 000. Hozzátszak. Elmegyünk, Bob. Hol van a Totó? Itt jön. Akkor te maradj itt, jó, elmegyünk. Maradj. Persze, felügyeld itt a társaságot. Igen, mert azért eléggé crazy. Kicsit nagy a káosz. Csináltuk a helyet a kapunak. Maradj itt nyugodtan, jó? Jó. Na, azért intéztem plusz 5 000-et így. A 10 000-ből. Fúha. Hát figyelj, menjünk az én autómmal, mit szólsz. Jó. Ilyen színű Mustangban még úgysem ültem. Az természetesen a fizetem én, mert végiscsak akkor hozunk nekik egy kis csontos Bud Light-ot. Jaj, tényleg neked van az a söröd. Valóban. Így is van. Cigit hol tudunk venni, abban te vagy jó? Cigit a dohányboltban.
itt a Fumár nevű boltban, azt hiszem. Igen? Igen, igen. Majd megnézzük, itt meg le van zárva, mi? Hát nincs itt a békatalpas ember. Fűha! Hát azért crazy, crazy. Hát az biztos. Na mindegy. Mindegy, igazából valami ilyesmire számítottam, tehát hogy itt azért lesznek problémák. Tulajdonképpen most sörrel fogjuk őket rábírni, hogy egy nap alatt legyen meg az építkezés. Gyakorlatilag igen. De attól félek, hogy akkor így mennyire lesznek egyenesek a dolgok. Hát nagyon remélem, nagyon remélem. Mennyien voltak egyébként? Szerintem egy 8-9-en talán. Igen? Aha. Na jó, hozok akkor egy jó 10 sört. Persze, az elég is lesz neki, nem kell. Csak elég. Urtatni. Megy a bolt egyébként rendesen? Megy, hoppá. Azt a mindenségét. Á, itt mi történt? Hívjunk egy mentőt rájuk? Hát nem tudom, hogy ők mit csinálnak itt. Hívok ez egy mentőt, jó? Ez itt egy kivégzés, tehát helyszíne. Én is úgy gondolom. Atyaisten. Úgyhogy... Hűha. Atyaisten. Hívsz egy mentőt? Igen, hívtam egy mentőt itt most. Igazából nem láttam. Szerintem jobb, ha kimaradunk ebből. Te is menjünk. Erről nem beszélünk senkinek. Jó, hívtunk mentőt, mi megtettük a polgári kötelességünket. Azt a mindenit. Zajlik az élet, úgy néz ki. Hát ez most meglepett. Igen, valóban. Na jó van, akkor srácoknak hozunk sörikét. Persze, hadd örüljenek. Örüljenek, csak örüljenek. Segítsek kihozni vagy? Ja, nem kell, hozom én, hagyjad csak. Oké, itt megvárlak, itt kéne kocsinálni. Oké. Na, veszünk le egy kis pénzt. Nem tudom mennyit, leveszünk 300-at. Mert van izénk is. Mi a nevénk? Cigit is kéne venni, úgyhogy nem tudom mennyibe fog az kerülni, de... Sör, azt tudom, hogy nem túl drága, mert hát mondjuk nekem ez $1, ugye? Mondjuk vegyünk 12 darabot, na. Nem fér el nálad ennyi. Ó, basszus, mennyi fér el? 5? 5. Na figyú, adok át neked először 5-öt. Mert ja, segítség, azért többet már nem bírok el. Oké, okay, aztán hozok még 5-öt. Oké. Okay. Bedobom a csomit be, jó? Hopp, várjál. 5 darab van nálam valami okra fogva. Aha, akkor... Lehet, hogy volt nálam alapból itt a zsebembe. Értem, tudod, értem. Bedobom a csomagtartóba, jó? Jó, oké. Azt hiszem, hogy tele is van a csomagtartó, szóval hogyha tudsz adni még egy pár. Hűha. Pillanat csak. Megittem egy proteint, ha már jöttünk a boltba. Ja. Jó, na. És akkor azt hiszem, hogy még itt egy elfér itt a hónom alatt, hogyha majd bedugsz okay. egyet. Egy pillanat, akkor még hozok 5-öt, azt akkor annyi, mert most akkor nálam jó, nincs. Jó, oké. Most már csak elég lesz, ha már azt sem tudom, mennyit vettem, baszki. Na, azt mondja, hogy... hozunk még 5 darabot. Oké. Fehérjéből pedig, nem tudom, 3-at. Na, tehát, hogy nekem ez ugye $1 kerül, mert visszacsorog a pénz ajzéba, a többi. No, meg is vagyunk. Király. Úgyhogy akkor menjünk cigit venni. Nézzük meg, hogy nyitva vannak egyáltalán itt a cigisek. Hát ott mutatom a térképen, hogy... Aha, látom. Hát okay. Eljövök erre, csak megnézném már, hogy most jött-e mentő, vagy nem, mert... Mint ha hallottam hogy volna. Így van, aha. Ott van, hogy jól láttam, aha. Hoppá, ezért itt történtek dolgok. Azt a mindenit. Hát mi volt itt? Azt a mindenit. Hát az a mentős mit talál itt? Egy gyakorlatilag egy kivégzés. Azért ez nem semmi. Szent Isten. Hát csak jönnek vagy rendőr. Azt a mindenit. Mi van itt az emberekkel ma? Kéz nélküli ember, te jó Isten. Legalább a zebrán közlekedik. Igen, kicsit bicevóca. Csak annyi trafi van itt a városban, hogy már annyiszor belefutottam. Hát igen, vigyázni kell. Igen. Na, aztat mondja, hogy itt kell lekanyarodnunk, ugye? Azt hiszem, hogy valahol itt, igen.
Igen, mindig Totó hozza a cigit, szóval sose tudom, pontosan honnan hozza, de azt hiszem, hogy itt van jobbra egy dohányból, így van. Aha. Itt leparkolsz, akkor megnézzük, hogy vannak-e itt most valaki. Oké. Okay. Hát én soha nem voltam még ebben a boltban. Nem dohányzó? Na jó, csak hogy milyen jól néz ki amúgy. Igen. Csak azt hiszem, hogy csak akkor tudunk venni itt, hogyha van itt eladó. Hát ez lehet, logikus. Hogy, lehet, hogy, hát igen, csak lehet, hogy most itt... Ó, basszus. Itt a főnök. Adjuk itt nekik egy cetlit, hogy... Jó. Amúgy lehet hülye kérdés, de neked nincs a kocsitban, ugye őszintén? Nincs mi? Jó van, beérik akkor de, a sörre. De, van? Van. Tényleg. A kesztyű tartó mindig van egy doboz cigi. Hogy de okos vagy. Hát mert múltkor is onnan vetted elő, igen, azért igen. Kérdeztem. Jó van, akkor most már aztán tényleg elég. És több követelésük már nem lehet. Ja. Remélem most már kicsit motiváltabbak lesznek, mert azért ott volt. Csávó taknyot szedte ki az orrából, meg ilyenek, úgyhogy voltak azért fejek. Hát most már nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek én ennek a végeredményére. Na, de legalább még itt vannak. Igen. Ahogy látom. Én még nem kaptak pénzt, szóval... Ez igaz. Oszta mindenit. Na, megjöttek. Hát meg, igen, megjöttünk. Oha, már a tetőn vannak. Hát ott most valami cigiszünet van, vagy micsoda. Cigiszünet, értem. Én is kiveszem minden a... Csukkocsikból a cigit pillanat. Oké. Okay. Totó, tudnál segíteni? Magyad. Van itt bent nekem a... A izében, itt hátul még öt sör. Várják, kinyitom a csomagtartót, és akkor kiveszem. Ki van? Ja? Jó. Mert hogy izé? Mert hogy ezt ki kéne osztogatnunk. Na, vegyük akkor. Nem tudom, mennyien vannak, nem láttad? Mert hoztunk 10-et összesen. Vagy 89-en lehet. Remélem akkor 10-nél többen nincsenek. Én is. Na, itt van akkor 5 sör, kiveszem. Na, mert nálam is van még 5, és akkor izé. Osszuk már ki köztük. Na, nálam itt van egy dobos cig, ennyi volt, ez visz a kesztyűtartóban. Jó van az. Na, hon vannak ezek? Toto úgy viszi az, he? Mindenfele. Á, viszem, igen. Te izé. Oho! Hűha! Azt a mindenit! Aj! Azt a... Rak itt felújításon, mennyire kell. Akkor már másik elmenni, teszik elmenni. Elkezdem szönni. Na urak! Vajon. Jöjjenek ide! Jöjjenek ide! Na, itt is vagyok. Na. Eddig nem szünetem voltunk, esküszöm. No, jó van, most már visszaértünk. Annyi, hogy most hányan vannak itt? 4-en, ugye? Akkor én ezeket hoztunk sört, kiosztanám önök között. Itt van nálam is 5 darab, legyenek. Tegye fel a kezét, aki kér cigarettát is. Jó, én kérök cigarettát. Oké. Okay. Én kérlek. Parancsoljon, ura. Köszönöm szépen. Hoppá. Ja, köszönöm. Jaj, de nem akartam. Bocsánat, csak hát ez véletlen. Egy is van, köszönöm. Hűha. Pattintok egy zöld cigit is. No, kinek nem adtam még? Nem baj. Nekem pár. Köszönöm. Aranycsoljon, uram. Köszönöm innen még egy sört. Ne! Kigány. Parancsolja. Megittad a sört, Tobi. Véletlen megittem a sört. Hogy lett véletlen meginni a sört? Hát ez úgy történt, hogy nyitva volt az... Jó vagy? Rámentem arra a sörre. Betonba odaálltam elé, azt nekem. Na kinek nem adtam még sört? Nekem. Vegyenek. De szuper. Kinek kell még adni? Parancsoljon, uram. Ezek egy cigarettát. De jó, lejözzem magamat. Ki meg megitta véletlen. Megisszuk ezt a... Jaj. Van még egy. Mi a Blue Light Built is a Blue Light Built. Hát ezzel vigyázzanak, ez saját márkás. Na jó van, ezt megisszuk, fiúkestem. Folytatjuk a munkát, ne kell szedni a... mindenség. A tábláját, ne kell szedni. Még tudok mozogni. Már láttam, az előbb ott valaki fent volt a tetőn. Húcsunk is rá. Hol van, uram? Jöjjön ide. Melyik uram? Ja, Istenem. Tegye fel a kezét, aki nem kapott még sört. Vagyunk a sörözkért, jöjjön. Nálam már csak egy darab van. Igen, te olvasod a sörrel, tudod? Na most kinek? Itt az évmunkás, én vagyok itt az évmunkás, én kérem szépen. Ki nem kapott még sört? Veszkezd meg. Itt én. Ó, én. Adom, uram, adom. 286 a sapkájának a száma.
Parancsoljon, uram. Köszönöm, uram, köszönöm. Vannak számozva a sapkáit. Magasak a így van. Hát jó, hogy... Ó, jöjjön még benne! És 286... Akkor hány emberük van maguknak? Így jobban szeretek azért dolgozni. Menjünk dolgozni. Hoppá. Ajajaj. Na jó, van, lemütöm onnan azt a táblát. Na, a benefactort valaki szedje le előről, már belekezdtünk. Én már lecettem a benefactól. Na jó munkát, urak! Jó munkát! Köszönjük szépen! Köszönjük! Húha! Na mehetünk a tetőről leszedni azt a nagy támlát. Reméljük az energiaszín most már meg lesz. Biztos. Hú, hát annak az úrnak ott a tetőn, oda nézni. Megindul abba, nem bírom, há! Már szedik a nagy támlát. De akkor most leszedik? Hoppá, lecsúszott a hegesztő. Nem tudom, szerintem azt le fogják szedni, csak egy teljesen újra fognak majd oda helyezni. Azt mondják, hogy nem tudnak feltenni az a táblát. Jó, úristen. De akkor miért szedik le? Hát én nem tudom, elvileg az elnök úr, azt mondta nekik, aztán izé. Ojjaj. Én nem azt mondtam, hogy szedjék le. Te akkor szóljunk szerintem itt a brigád vezetőnek. Hol volt? Minden rendben. Őre jó van mindent. Jó vagyok. Azt mondja, azt mondja az elnök úr, hogy ne szedjék le a táblát, csak matricázzák. Igen, tehát fontos lenne, hogy az a tábla maradjon. Jaj, lágvágóval álljatok meg! Ne szedd a táblát! Jesszus! Hát szedjük már oda az elnökhöz. Jóra is volt az a sör. Én azt mondtam, hogy szedjék le. Hát azt mondta, nekem maga azt mondta, hogy... A tábla részét, tehát magát a betű, azt a nekem plakátot. Azt mondta, hogy a benefactort szedjük le. Az megtörtént. Meg azt mondta, hogy a fent azt a nagy táblát szedjük le. Ennyit mondott. Ja, hogy... Gyertek ide. Nem, ne az oszlopot, tehát ne komplett táblát, hanem csak a feliratot tudja. Meg. De miért leszedték már? A kéménylet belőle maradjunk annyiba. Vissza lehet építeni. Szerintem meg tudjuk oldani, hogy visszarakjuk. Tegyék vissza nyugodtan, persze. Azt megköszönném. Tudja csak azt a Benefactor logót kaparják le róla. Benefactort leszedjük akkor, jó van. Á, most már lassan a szememet kaparom. Jaj. Hűha. Hát, ez nem semmi. Ha ezt tudom. Akkor jöttünk. Hogy mászkerálnak ott a tetőn. Igen, igen, ugrálnak. Nem nagyon érdekli őket a bukós isak. Hát mi azt, hogy most ittak meg egy sör. Az is igaz. Ott szédelegnek a tete. Hú, basszus. Hát talán azért... kifeküdt a fa alatt. Hát alszik egyet. Hát az, aki gány. Megkérdezem. Jaj, ez a, aki a békát alapú. Jaj, tényleg. Ki gány, minden rendben? Jó éjszakát, kedves uram. Na, ne szóljál főnöknek. Hadd el már! Persze, nem, aludjon csak, le, nyugodtan! Megulítottam egy sört. Na most nem mondja, nem azért hoztuk a sört, hogy megígye azt aludjon, azért, hogy utána azért nála, dolgozzon. Volt nálam, volt nálam. Az dolgozok, csak a císzünetem van. És most éppen a füvet nézi, hogy milyen, jó, hány milliméter? Az az a baj, hogy ha látnám a füvet, ölülnék neki, de nem sok mindent látok. Húha! Hát akkor... Na, folytatom a munkát. Akkor jó munkát, uram. Köszönöm. Azt a mindenit. Parancsoljon. Megtudod, másik vállalkozót kell keresztem. Hát ebből mi a... Remélem legalább lesz itt valami. Hát... Kicsit összeszedetlenek. Na. Azt a mindenit. Jól van, uram? Hány a gyár esik a tetőről? Nem tudom, de nem jó. Úristen. Uha. Csak felnéznék már a tetőre. Nem jön fel? Biztos? Persze, én nem, csak... Én nem. Nem? Jó van, én felnézek. Itt megvárlak. Én hoztam bukós isakot, meg térdvédőt, mindent. De igen, nekem nincsen, látom, azért inkább nem megyek most. Azt a mindenit. Az baj, az a baj, a zobot ellátszó. Oké. Okay. Mit kéne ide rakni? Hoppá! Igen, én értem, de... Miből kéne? Miből ezt kellene? A dobozt látják? Hoppá! Végig hallgatja, hogy próbál, akkor csak itt megcsinálni. Igen. Jó van akkor. Én csak nézek, én már nem tudok ezt hozzászólni érdemileg. Igen, látom, hogy fogja azt a kulcsot, aztán azzal itt el van. Hát persze, én most itt piengetőzök. Klímákhoz esetleg nem ért? Tessék? Klímákhoz esetleg nem ért? Hát de nézem, megnézem. No, ezt kéne, mert tudom, hogy ez itt nem működik. Adjátok. Nem. Világ, csak neked kolléga. Hogy most hallom. Ó, világ, mindjárt lesz rá, mint lehet itt ez a probléma. Feldobok neked egyet. Oké. Kaptad? Azt a mindenit. Probléma akkor. Aha.
Atya Istenem. Jó, leszűröm, jósan ezt az ízét, ja, jósan leszűröm. De látja, mi baja van? Hát látom, hogy mi baja, itt az ennyi el van, itt 10 éve néhány dolog, hogy gyorsan meg kell csinálni. Na jó. Pedig jözzön már föl nekem egy ízét, szeretem most látni. Hát sok mindenki nem mozdult erre, uram. Hát amúgy, na mindegy. Akkor megnézem, hát egy készen meg kell csinálni. Nem, csak ez ezzel a klímával van valami aztán. Jaj, akkor már együtt megnézzük azt is. Aha. Na most már beindult. Az egyik már beindult. Hát ez már nagyon régi ám. Hol lesz ez még? Új csavalok kellenek bele. Azt a mindenit. Rosszul vagyok, ahogy felnézek önökre ott. Remélem nem esnek le. Vigyázzanak magukra. Jó, hogy jósan meg is nézem. Hát be van kötve, be van szerelve a klíma. Elvileg be van. Akkor mindjárt ez a csatosunk, hogy rakják fel, hogy szedik azt a táblát, cserélik. Hát igen, azt néztem, hogy te jó Isten. Ja, leheggezte minden a táblát. Ne heggezti, és... Igen, ne heggezti, nem heggezti. Hűha. Ne heggezti. Ne? Ne? Hát de leheggezti közben! Fejezd már, befett állapot, ne! Vedd el tőle, ne! Igen. Igen. Lefoglak esni! Hol van, uram, elméletség, működik a klíma, mindenik. Működik? Nagyon szépen köszönöm. Mindjárt lemegyek, megnézem. Jó. Atya Istenem. Uram, ott fent, hogyha leveszi a napszemüveget, lehet jobban látám. Én mindent látok azzal a szemüveggel, de akkor ja, jó, fogok jó. Ezért jaj. Rendben. Jaj. Tobi. Igen? Hát mit szólsz? Nézem, milyen rozsdás lett ez az oszlop, jaj. Ajajajajaj. Hát ezt majd le kell azért festeni. Menjétek már be a fiúk, izét a csináljátok meg fölfele. Jó! Hát lesz ilyen. Jaj, megyünk. Oly, meg elszívom. Főnök, kéne egy kávé lassan. Kigány! Most kaptak sört. Ki leszel rúgva? Mik azok? Na jó, menjünk le mi is. Hopp! Jaj! Magukra amúgy nem figyelnek, hogy innenében senki? Hűha! Mi történik itt? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hogyne jó van. Van, figyelj már csontosan, megnézem, működik minden, hogy a klíma. Működik? Ó, oh, nagyon működik. Szépen köszönöm. Szuper, mert az egyik nem csak működött. Csak le kell bótrantani, mert ugye egy kis varázsajtó megvan. Igen. Az azt mondja, nincs berakva. Hát jó van, most már alakul. Egész üres bent már. Saját kezemmel. Urak, nem tudom egyébként, valaki kért kávét, hát az a kávégép ott bennem működik, de megcsinálják és jó, ad kávét. Jó, arra is. Akkor azt jó, el is jó, vihetik utána, mert nem fog kelleni. Az ajándék. Ajándék, persze, vigyék. Jó, van. Nagy billentsel el lehet vinni. Na, milyen volt a tetőn? Hát, beteg. Felment oda kettő ember arra az oszlop, vagy izéra. Aztán a másik meg elkezdte alulról izélni, hogy mi a nevézni, ott volt Toto is. A izé kigány majdnem kivágta aluluk az elkezdte kivágni, nem normális. Mosogtak vissza, akkor miért vágják ki már megint? Nem tudom, de ez a kigány az nincs magánál. Húha. Másik megveri az automatát. A Benefactort leszettük a tábláról. A tábláról. Ó, szuper. Nagyon szép, így gondoltam. Akkor rossz volt a kommunikáció. A belső Benefactort is leszették, ugye? Csík. A belső Benefactort is leszették, ugye? Hogyne? Jó. Rendben, akkor garázsajtó. Van tervegni a szarokat. Micsodát, Toto? A galli van terv. Mi? Ez micsodát? Micsodát? A szélén a galli van terv. Az úr, az mit csinálza a növénye? Nem a növénye, nem a növény baszogatja, uram. Ja, látom, csak nem teszi arrébb. Értem. Hát, biztos egyszerű. A lépcsőt csinálják megfele. Ja, értem. Na, azt mondja, hogy mondanám, hogy mi a helyzet. Gipszkartonnal akkor megcsináltuk, tehát úgy gipszkartonnal, hogy ez az a probléma. Erős, fix, kartonfal, derékszögbe az iroda, ahogy kérték. A dium az le van takarva, ne legyen karcos-e. A Benefactor onnan le van szedve. Elől a Benefactor le van szedve, akkor még azokat, amit Toto mondott, leszedem gyorsan, mert azt nem lett nekem lekommunikálva. Ott a brigád csinálja a lépcsőt fölfele, a fenti résznek lesz csinálva. Akkor az asztalos keressék meg, hogy ugye amit mondott maga, azt megbeszéltük. Persze, azt majd intézem. Nagyon jó.
Igazából már csak a kapu van akkor nagyjából, ami igen, még nincs. Igen, a kapu, igen. Ó, nagyon azt szuper, tényleg nagyon gyorsak. Meg kell, hát... Nem véletlenül őket szedtem össze, legjobb emberek. Igen, látom, az az úr is éppen mindjárt elalszik. Igen, a kigány ez egy kicsit lopja napot. Hát, kigány az igen, kigány, aki kicsit mentális problémái vannak, de egy 30, ember. 30-as púzusa van egész nap. Egy csupa szív ember, azt én. Szuk egy kávét. Nem is szólt a kávét, dolgozzál. Na. Még kávézni akarnak. Van ott megállhatsz. Jó lehet egyébként. Hogy ne beállítjuk még az ajtót. A lépcsőszer között megvan. Akkor a felső részt kialakítjuk. Az nem sok, az tényleg az... Itt tudom én, fél óra. Uh-huh. 10 perc, okay. 20 perc. Attól függ a fiúk mennyire dolgoznak, szorgalmasak. Nem is látunk embereket, lehet most tényleg dolgoznak. De ott vannak hátul, csinálják az ajtót, ja. Állítják, kérnek a kaput. Jó. Nem olyan egyszerű ugye, hogy... Persze. Göttelés, meg a festés az... Akkor valami sötétebb szín legyen, mi is egyeztük meg Tobi. Már nem figyelj, is ebben a pillanatban én most jelenleg mindent rád bízok, jó? Mi jó? Én de ilyen sötétebb, hogy mit tudom én. Valamire. Azt is meg tudják esetleg csinálni, és akkor minden ilyen sötétebb legyen. Maguk értenek hozzá. Nem feketébb, tudja. Aha, jó. Megoldjuk, vízze ide. Jó. Szóljanak, hogyha valamire szükségük van, és akkor... Mit gondol, hogy lesz ez? Minden rendben lesz? Hogyne, persze. Most ott van mindannyiójuk, beállítják az ajtót, vagy egy kaput, hogy jól nyíljon, meg ne legyen semmi probléma. Ne legyen se technikai probléma, se, ne tegyen kárt a falrészt, tehát mindent beállítunk. Aha. Aztán az jó lesz, és akkor majd... Én már bízok magukba azért. Látom, hogy itt komolyan dolgoznak. Máskor is öröket fogjuk akkor hívni, én azt gondolom. Ilyen jó kell dolgozni. Így van. igen. Szép a mosolya, uram. Meg hogy dicsérjem. Köszönöm szépen. Ilyen jó a mosolyom is, ugye? Igen. Köszönöm szépen. Na, itt jön a teherautó. Igen, már kihozták az üres teherautót. Hűha. Jöhetsz, hozhatod. Főnök úr, van az idő, benn van az ajtó, működik minden fizikusan. Nagyon jó, akkor működik? Innen el kéne állnod, mert meg ugye a benti kamiont ki kell hozni. Aztán... Elő az autónál van még a... Na jó, van, akkor menj el. Mondom nektek. Ez igen. A kommunikáció. Ugye a GM leszettük a benefactor. Hol sikerült megkarcolni? Na, jó, akkor a GM-cinek a hátuljából. Hozok a kocsiból. Jó. Kikeverétek ki az anyagot, azt még egy cigit esetleg. Az a csávó. Ó, nem kérek többet, köszönöm szépen. Oké. Hát a muszáj lesz, hogy parányítanom egyre. Nyugodtan. Én megyek dolgozni, maga után nem látja most is még. Na, azt a mindenit. Hogy állnak? Jól állunk, jöjjön, nézzem meg, itt éppen összettünk valami izét. Látom, nagyon szorgosak ott. Nagyon szedik ott a srácok, mert mindig nem tudták az egészet leszedni. Uh-huh. Aztán most bemegyünk, azt mindjárt visszajön a főnök úr, aztán elkezdünk festeni. Csak elment a festék. Fú, hát azért urak, az egy ruhaanyag ám az árnyékoló, vigyázzanak, le ne essenek. Nagyon óvatosak. Azért tettük ide azt az autót. Alá tették az autót, hát ha ráesnek, érted? Most egy problémára, ebből itt van az autó. Csak baj, mindegy, ezt is kicseréljük. Uh-huh. Ez ott lesz, azt fog maradni? Vesz le kell szedni. Már mi micsoda? Hát ezt a min állnak most a kolléga. Hát igazából az ott is maradhat, nem is, az teljesen mindegy. Az úgyis be lesz húzva szerintem, azt ennyi. Jó van akkor. Akkor ott marad. Ha bejött, akkor itt látja, hogy már ott van a lépcső, itt állnak a falat. Igen, láttam. Hát majd a végén bemegyek. Nagyon ügyesek, gratulálok urak, tényleg elég gyorsan. Köszönjük. Hát mondjuk ön uram sok minden nem tett hozzá, ahogy láttam. Milyen mondja ezt? Hát igazából azt láttam, hogy végig ott állt valahol. Aztán így legyezett. Ebben a csapatban én vagyok az ész. Igen. Gondoltam. Én vagyok a legokosabb. Igen, megvan a 8 általánosom. Ó, értem. Ez tényleg nagyon jó. Kibukta. Olyan negyedikből. Ötödikbe hagytuk az iskolát.
Jó van, boci, boci. Kovótok 17 éves. Na mindegy, szóval az a, az a lényeg, hogy itt nagyon szépen csináljuk a dolgokat. Igen. Nagyon jó belső televező vagyok, nem tudom, hogy mondják. Hát és nem tudom, szóval... de a szemüveg az nagyon szép. Köszönöm. Szóval lendkívüli belső építész tervező azok. Ön a tervező? Persze, hát ki más lenne, ulam, hát ki más. Hát mondjuk ez igaz. Bocsánat, nem hogyha megsértettem. Ja, semmi gond. Gyere főnök, gyere főnök! Tájuk a munkát, meló van. Na, szóval igen, itt nagyon szépen megtervezzük a belső építést. Aha. Tökéletes lesz. Azt a mindenit! Ezt hagyd, jó Isten! Ezt hagyd, zacak. Ő jól van. Hát de fejre esett konkrétan. Az semmi probléma, van rajta védelmi sziszak. Van rajta, igen. Ez már nincs, már összetölt. Eddig se volt egyébként. Mindegy, az ennek akkor a feje, hogy felfogja. Jó vagy, tagad? Minden is. Ha működik a garázs, menjetek be, aztán kezdjétek el a füstés. Köszönöm szépen. Crazy. Hát ez nem. Mit mondott Totó? Nem hallottam egy. Hát egy jegyzőkönyvet kéne írni munkai balesetről. Jaj, ez meg lesz, ha ne aggódjon, meg fogom írni. Persze, hogy meg lesz. Van, így van. Meg az eddigi 30 is gondolom már jegyzőkönyvben van véve. Micsoda, nem is történt semmi más. Nem. Nem igazán. Hopp. Na. Mondjuk ezt elérem, úgy látom. Ez csak egy bukfenc volt tulajdonképpen. Menjél be festeni, kigány. Csinálom is, főni. Szia, főni. Hol találtam itt ezt a békatalpos embert? Igen. Csigány? Kigány? Az hát, neve? Nem, kigány. Ja, kigány. Hát nem mondom, hogy a teljesen ment. Festi az üveget. Kigány. Ahogy mondjam. Az ugye mentem be a munkavégybe, intézi papírokat, és ő is munkát keresett, munkanélküli volt. Hát mondjuk ezt nem csodálom. Vele. Igen, én se csodálom, de... Hegeszti a falat. Csík. Kigány. Ja, jó van. Tehát ő munkanélküli volt, aztán el is sokat beszélgettem vele. És egyébként egy csupaszív ember dolgozik, ő csak néha ilyen kicsit buta. Hát mentális betegsége van, meg van egyéb egészségügyi problémája, azért van béka talp a lábán. Most éppen meg kissé munkakerülő is. Most éppen hegeszti le a penészt a falról. Az fontos, az nagyon Anya fontos. Anya picsáját! Azt a mindenit! Hegeszteni a penészt, a jó Isten áldja meg! Nem tudom, hogy itt honnan szakadtad, de... Most mondtál, hogy a munkahügyében találtad. Jó, csak hogy... Mi meglepő módon éppen munkanélküli volt. Kigány. Meglepő. Szerintem, hogy munkát esetem már itt a cégnél. Nem fogom. Ettől nem kell félni. Takarítanak egyébként, jobb lehet, igen. Dehogy lehet, jó. Hát befekszik oda a falászt, ott fog aludni nekem. Na, végre. És nem mehetünk, csinálj. Plakot mosára. Igen. Nem látni be. Lendben. Az anyámat. Kezdi a penészt megkezdeni. Egyébként képzeljék el, ha már itt beszélgetünk, hogy mi meg mentünk a boltba, és hát három lelőtt emberre találkoztunk. Mármint, hogy ők már velünk nem találkoztak, csak mi velük, aztán kihívtuk rájuk a mentőt. Anyám. De az autó is szét volt lőve, zajlik itt az élet. Na mik van? Igen, durva volt. Ezt lejött valami mentő? Igen. Hogy meglepődhetett, hogy egyből három holttest? Vagy hát nem tudom, mi volt velük. Beleírtam ugye itt az üzenetembe, hogy három holttest. Ja. Na hát most már kezdenek félreállni, akkor ez már jónak tűnik. Igen, hát a nagy gépekre már nincs szükség. Tehát mondjuk úgy, hogy a mocskos meló már megvan. A festés, a munka végén az olyan, mint amikor mondjuk valakit lovaggá ütnek, ugye, és akkor a kardot a vállához, az már a vég, az a legjobb rész. Értem. Kicsit gondolkodtam a hasonlaton, de abszolút igaza van. Az a legjobb rész. Kigány, mit szeretnél? Hát semmit. Semmit nem szeretnél. Tereli a nem létező forgalmat, ahogy látom. Igen, vigyázz, hogy ne jönnek be az emberek. Persze. Itt van. Ügyesen jó, úgyis az út közepén állunk. Na szóval igen, ez a festés, ez már olyan, főnök, bemegyünk főnök. Majd, beleszippatanak. Igen, tessék? Mindjárt kész lesz, még két fal kell és meg is vagyunk. Nagyon jó. Ó, gratulálok, nagyon gyorsak.
Nyilván az emelet is megvan, uram, azért jött szólni. Na jó van, jó van. Ez mondjuk na, szóval logikus ott tartottam, hogy meg lesz ugye a második réteg, amit mindjárt befejeznek. Bemennek, beleszippantanak a legjobb, a friss festékszagot fogják érezni, és készen leszünk. Kitűnő, nagyon ügyesek voltak. Igen. És ezek a zuhanások a tetőről kis érdekesek hát voltak. Ez, hát igen, csúszós, megmondom az őszintén, benne van. Lehet, hogy a cserepeket is le kéne cserélni egyébként, mert eléggé csúszósak, meg ilyen, hát egy-kettő már alapból el volt törve, nem mi voltunk. Igen? Persze, hogy, igen, persze, igen. Hogy el volt törve. Hát figyelj, figyeljen uram, hogyha gondolja, nyugodtan cserélje le a hát cserepet. Ahhoz már nem értünk, az már nekünk ja, sok. Ja, honnan nem. Nekünk sok. Értem, persze. Sok, amit csináltunk, de az, ajaj. Kigány, esetleg nem tudsz cserepet cserélni? Cserepet? Cserepet? Dehogy nem, hát az a specialitás, no. A belső. Na, látjátok, jó, az jaj. Van embere. Iha. Marad itt cserepet. Az még valamilyen... Na, hagyja csak, jó lesz ám. Biztos, biztos? Persze, csak vicceltünk. Humoroskodtunk. Csak kigány, jönnek. Vigyázz. Na, kigány. Irányítsd az urat el. Na, kigány. Egy kár, húzzál el innen, bossz. Edre innen. Nem van zárva a terület, uram. Uram, hát maga mit csinál itt? Tereknek kifejezetten tilos a belépés. Még. Hát ez egy kopter, uram. Kúú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 ú
helikopter uram. Hát tollatni csak hátra tud. Nem hátra. Egy okoszkoptál tud beszélni. Így van. Nem bírna a festés, mindjárt készül. Legalább. Igen? Nagyapára be? Már többiek már csak az utolsók a smittyek. Fú, ha nagyapára, akkor én ma nem megyek be. Kicsit szellőztetni kell, aztán ja, jó, lehet zárni jó. Nyugodtan. Jó van. Lehet, hogy célszerűen lenne, de már csak holnap bemenni egyébként. Hát amiatt gondoltam én is, hogy akkor holnapra gondolom ki is lesz akkor takarítva, ilyenek. Persze, meg akkor már be is rendeztetjük. Mhm. Uh-huh. Illetve akkor jönnek majd az asztalosok is, megcsinálják szépen az új pultodat, az irodádat. Jó, akkor egyben akarom látni az egészet, nem akarok addig bemenni. Jó. Akkor holnapra szerintem jó. Kész lesz teljesen. Készen vagyunk? Igen. Jó. Ó, hát urak, hát nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg munkát, amit itt beletettek. Reméljük a sör íz lett, reméljük senki nem sérült meg. Nem, minden rendben van mindenkivel. Aztán, hogyha figyeljenek, hogyha újra megnyit a csontoskár, várom önöket sok szeretettel. Jól van. Bármi autó. Igen, bármi autó kell, jöjjenek nyugodtan. Légkondis is most már a hely, mert most már működni fog. Köszönet önöknek ezért is. Buldózert tudom magától még venni? Buldózert? Hát azt nem. Az baj, mert abból csak egy darab van. Munkagépekkel nem kereskedsz, nem? Hát aztán nem nagyon szoktak bejönni vele, hogy eladó. Tehát, hogy így nem szoktak hozni buldózereket. Mondjuk, azt adnám. Az durva lenne, igen. Akkor majd lehet, hogy hónap bejövök egy mixerrel, eladom magának. Én adom, persze. Ilyen 300-400 ezerért. Aha, annyi, hogy takarítsa ki, legyen kedves. Ja, persze, mindig ki kell mosni, mert beleszárad a beton, aztból csak a baj lesz. Igen. Jó, de jó köszönjük akkor szépen, és akkor magával még beszélek majd, jó? Jó. Az épületet majd esetleg holnapi nap folyamán át tudjánk venni, mert most tudja. Persze, akkor szárad még, festi, jó. Szárad még, tudja. Persze, jó, akkor összeszedjük a szerszámokat. Akkor holnap visszajövök magukkal, megnézzük milyen. Jó, rendben van. Köszönjük szépen, és akkor holnap el is intézzük majd az anyagiakat. Nagyon jó. A viszontlátásra. Viszontlátásra, köszönjük urak. Kívánok urak. Szép napot. Na hát figyeljenek urak, akkor figyeljetek. Akkor holnap ugyanitt találkozunk, és akkor megnézzük, hogy sikerült az egész, cakpak. Crazy volt. Figyelni kell elnök úr, hogy 18.30-tól kényszállítás, igen, úgyhogy valamikor ezt bőven előtte kell lebonyolítani. Megoldjuk. Én részemről megoldjuk, tehát hogy rajtatok múlik meg igazából itt a... Aha. Ajaj. Hoppa. Hát tisztelet urak. Ja, szép, szép jó napot. Szép jó napot. Láttak erre fele mostanában kék vagy szürke járműveket? Igen. Egy kéket láttunk egy jó erre fél ment órája. Hol? Hát akkor arra fele ment.
Köszönjük szépen, viszontlátásra. Mi történt? Bocsát, Eliku, mennem kell. Vigyenek el. Viszlát. Mi történt? Azt a mindenit. Mi történt? Nem tudom. Ja, meglátták az autót? Szerintem igen, vagy pedig lerádióztak nekik, de hát Toto is itt hagyott, szóval... Aha! És itt hettek még egy ilyen motost is, azt a mindenit. Na jó, szép napot, szép napot. Hello, hello. Itt van a vége, videó vége, nyomjál egy like-ot, thumbs up. Itt van a Soundfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagadd most már, valljad be. Hogy? Ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Kövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te báró, lehetsz te László, csávó, fekete pákó, ey.